Jó estét mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttetek. És kezdjünk mindjárt egy kb. egy perces légzésfigyeléssel. A semmi más nem csinálsz, csak a köldök tájékára irányítod a figyelmedet. Egy picit egyenesebb háttal, mint szoktad a komputer előtt. Figyeld, ahogy a has tájéka megtelik levegővel, és utána egy kicsit kiürül. És ami a tudatban feljön, azt egyszerűen engedd el, ne fűsz hozzá semmit, ne védj belőle semmit, és így próbálj meg egy percet tölteni. Az ülő meditáció eme formája ugye nem tűnik két élő kardnak, de hogyha hosszan csináljuk, akkor nagyon érdekes dolgok derülhetnek ki. mielőtt ebbe mélyebben belemennénk, azt szeretném, hogyha a meditáció egy másik elterjedt formáját, a mantrát megpróbálnánk, és azzal is egy kis közvetlen tapasztalásunk lenne. Ez pedig a az univerzum a maga tisztaságában, szanszkritul óm, nám, az ómot mindenki ismeri, kizásos alapon a nám az ugye a tiszta, vagy foltalan, vagy szennyezetlen. Megkerek mindenkit, hogy egy egészségügyi kéztartásba ide, ez a szív megszakadása ellen nagyon jó, itt egyben, tartsuk a kezünket habcsangban, és hétszer egymás után megfelelő hangmagasságban recitáljuk el ezt a két szótagot.

Köszönöm szépen. A gyönyörű harmonikus rezgések hallatán sem tűnik úgy, hogy valami nagyon idegen vallásbélét gyakoroltunk volna. A kezdet kezdetén visszaugornék úgy körülbelül 100 évet, amikor már a londoni páli szövegolvasó társaság működése megszilárdult, az jóval korábban alakult, és az indiai gyarmatbirodalom nyomán Angliába teljesen autentikus páli szövegek kezdtek el ugye, terjedni. És az angolok pragmatikus, jó tudósok levén nagyon sokat tanulmányozták ezt, és itt Körösi Csoma Sándor munkássága nem megkerülhető, különösen a Sambala központban, melynek meghívását Tibor felé ezúton is köszönöm. Tehát az első tibeti angol szótárt csoma állította össze, és pár évtizedre rá a páli és a tibeti szövegek elkezdtek terjedni nyugaton. Ennek a mai napig látjuk a különböző rétegeit, és az első réteg az az utazó fordítás volt, utána a tudós fordítás volt, és csak évtizedekre rá következett a gyakorló fordítás, amikor már azok fordították újra ezeket a szövegeket, akik tették is azt, amiről a szövegek szólnak. Mindenki tudja, hogy ezek az autentikus fordítások, ezek nagyon más olvashatóak és néha más jelentésűek, mint a puszán akadémikus vagy tudós fordítások, melyeknek érdemeit nem szabad elvitatni, csak kell látni a határaikat. Egy individualizálódott, polgárosodott és nagyrészt materializálódott társadalomba csattant be a keleti meditációs kultúra nagyjából az elmúlt 5-6 évtizedben exponenciális erősséggel megjelentek a gyakorló közösségek, a különböző irányzatok hitfőállásai, olyasféle szinergiák, amelyekre szerintem senki nem gondolt száz évvel ezelőtt, amikor is Európa az első világháború környékén azt gondolta, hogy hát ezt megoldjuk, és utána élünk tovább, ahogy az előtt. Egy kis változás lesz, egy kis urbanizáció lesz, az infrastruktúra fel fog épülni, de hogy milyen szemléletváltást hoz nyugaton a keleti tanok importja, ezt senki nem láthatta előre. Tömeges elterjedésről a mai napig nem lehet szó, viszont a társadalom bizonyos rétegeit, a jóga, a meditáció különböző fajtái kezdik áthatni. A tapasztalaton alapuló hitről beszélünk most, hogy ne írásokból, szavakból, harmadik személy által átadott tanításokból tudj összetákolni magadnak valamit, hanem egy mély, transzcendens, belső tapasztalatból, egy egyévállás élményből következzen az, amit te szellemi útnak mondasz, és életnek élsz. Amennyire jól hangzik ez, annyi veszélyel van tele. A címe a mai darmabeszédnek a meditáció kétélű kardja, ugyanis nagyon sokszor a csodavárás mián azt gondoljuk, hogy ha valamit messziről drága pénzért importálunk, annak muszáj működni. És úgy működni, ahogy én akarom. Itt két probléma van. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit importáltunk, hiszen nem abban nőttünk föl. És nem vagyunk tisztában azzal sem, hogy ki importálta, mert nagyon mélyen nem ismerjük önmagunkat. Ez a kettős hiba nem csak a teniszben veszélyes, ez az úton is nagyon veszélyes, mert nagyon könnyen a pályán kívülre lehet ütni a labdát tartósan. Miről van szó? Arról van szó, hogy egy hagyomány importjánál a legritkábban van egyensúlyban, egy fogadó kultúrában a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármassága, a buddha, darma és a szanga. Általában a tanítás jön be először, nagyon kevés ember által. Lásd a indiai-kínai szinergiát, amikor buddhi idejére már ugye rengeteg kolostor állt, rengeteg szutrát lefordítottak, de teljesen improvizatív módon ment Indiából a tan Kínába, egészen Bodhidarmáig. Pedig körülbelül addigra már 500 éve tartott ez a folyamat. Néha egy szerzetes ment, vitt magával szutrákat, alapított egy kolostort, megtanulta a nyelvet, és a legritkábban volt az elején egyensúlyban a három legértékesebb jelenléte. És akkor mi történik? aránytalanságok lépnek föl. Nyugaton a legnagyobb aránytalanság az a darmának, mint szöveges tannak a túlsúlya. Hát elkezdünk könyveket olvasni, elkezdünk interneten keresgélni, elkezdünk a hagyományok között spirituális bevásárlóközpontot játszani, és nagyon sokszor szellemi gyomorrontást kapunk. És akkor az, ami önmagában nagyon értékes, a hármasság, egységében, egyensúlyában nagyon jó hatású, az egy ilyen esetben teljesen félre tud menni. A nyugati ember nagyon nagy részt azt gondolja a mai napig, hogy egy kicsit megyek ide, egy kicsit megyek oda, egy kicsit tanulok innen, egy kicsit tanulok onnan, meghallgatok minden tanítót, de valójában nem akarom elkötelezni magamat mélyen sehova. Miért? Mert engem hagyjanak békén és nem is nagyon szeretünk közösségbe járni, mert a másik, a másik az nem, nem, a másik az nem jó. Nem olyan a véleménye, nem úgy öltözködik, nem azt a parfümöt használja, nem úgy eszik, és a többi, és a többi. Tehát az emberi véleményalkotás nagyon sokszor a szanga összeállásának a gátja. És ezek az aprócska részletkülönbségek hatalmas repedésekké tudnak kialakulni, és hogyha ezt nem tudjuk félretenni, akkor a szanga nem tud megszilárdulni, mert nem csak a tanító iránt nincs lojalitás, hanem a szangatagok egymás iránt sem éreznek lojalitást vagy összetartozást, csak használjuk egymás társaságát arra, hogy ócsóbb legyen a só. egy személyben sokkal nehezebb egy ilyen elvonulást finanszírozni, osszuk el a költségeket. Úgyhogy az egyensúlytalanság az ott indul, hogy az írásokra épülő 2000-3000 éves nyugati kultúra az továbbra is az írásokat tartotta fontosnak, és nem vette észre, hogy az élő tanításnak csak egy nagyon-nagyon hézagos, hálószerű, modellszerű tükörképe a könyv, vagy a film, vagy a szutratekercs. tekercs. Az élő tan pedig embereken keresztül, tudattól tudatig származik. És amikor arról beszélünk, hogy az egyén lépjen ki a saját komfortzónájából, tudja félretenni a véleményeit, ne ragaszkodjon a fixa ideáihoz, akkor kell egy olyan tanító, akinek hisz, akiben bízik, akinek a tanítását elfogadja, és nem személyesen, de nézeteiben alárendeli magát. A személyes alárendeltség az egy másik sátor, arról nem beszélek. Most arról a sátorról beszélek, ahol az autonómiádat nem veszik el, de arra lelkesít a tanító, hogy legyél szíves a saját egyéni véleményeidet félretenni. Miért? Hogy a tanítást valójában megkaphassd. És azért is, hogy valójában azt lásd a szangatársadban, aki ő valójában, és ne a saját szűrőiden keresztül próbáld meg megszűrni, hogy te mit fogadsz el a másikból. Tehát, ha ezek a mozdulatok bekövetkeznek, ha az éntelenedésnek egy ilyen egészséges folyamata elindul, akkor a darma kardjával, nézd meg Manjusri, a bölcsesség bodhiszatványnak szimbolikáját, a karddal magad előtt az illúziókat vágod el. Hogyha a darmának az eszközrendszerét a saját véleményeid erősítésére használod föl, akkor a mozdulattal a saját fejedet vágod szét, és még több dualitás, még több dualitás, még több dualitás, és hogyha ezek egyszer összecsattanak, bele lehet őrülni. Ezt azért mondom ki ennyire karakám módon, mert bármely irányzatot megnézed, körülbelül ugyanott van a hiba határ. Egyik hagyomány sem jobb vagy rosszabb a másiknál, mindegyik hagyománynak megvan a maga vonzásköre, vevőköre, és nagyjából ugyanannyi a probléma. Tehát, ha itt, a fejben elkezdenek csattanni a keleti és nyugati gondolatok, a keleti és nyugati önkép, a keleti és nyugati módon megformált világkép, működésképtelennél válhat az elme. És sose az a cél, hogy működésképtelen légy, hanem az, hogy a működő képest halad meg. Hogy egy nagyobb valóságra nyírá rá, hogy egy egyévállás tapasztalatból egy teljesebb ember legyen, és nem az, hogy lelkileg, gondolatilag sebzetten, féloldalasan és süllyedő hajóként rójuk az utunkat. A kétélű kard az rendkívül egyszerűen szelidíthető meg, Miért gyakorolsz? Azért gyakorolsz, hogy te és csak is te elérd a megvilágosodást, és utána mindenben van fejezve, ekkor énerősítő erősítő és falvastagító gyakorlatokat folytatsz. Ha azért gyakorolsz, hogy félreted a saját egoitásodat, hogy egy egyévállás tapasztalat által felold magadat a lényegben, és ezt mások rendelkezésére is bocsáthasd, akkor nem létezhet, hogy ez a tanítás újabb és újabb egókérget hozzon létre, csak a keresztbe áll a kamion az utadon, és te magad raktad meg, te magad tetted oda a konténert, és te magad vezetted oda. Hogy rendkívül egyszerű, ha magadért gyakorolsz, előbb-utóbb minden technika működésképtelen lesz, ha másokat segítve gyakorolsz, akkor előbb-utóbb lehámlik rólad még az is, amit nagyon magadnak gondoltál. Szungszán mester ezt úgy szemléltette, hogy a helyes darma gyakorlat az olyan, mint amikor egy hatalmas vájlingba, ugye vizet teszel, beleöntesz egy rakás krumplit, és egy ö, fa piszkával elkezdett keverni. És a víz és a keverés segítségével a krumplik szépen ö, megtisztítják egymást. Ez a szangának a funkciója. És ez néha nem kellemes, mert ö, a másik tükröt tart eléd. És mondhatod, hogy az a tükör éppen nem tiszta, de amit visszatükröz, azt nem tudod figyelmen kívül hagyni, és valamilyen szinten tudomásul kell venni. Amikor a meditációról beszélünk, akkor legalábbis a mi iskolánkban az egyik legfontosabb meditációs technika az egy hozzáállásbeli dolog. Nem az, hogy hogyan ősz, hogyan lélegzel, hogyan mantrázol, hogyan dolgozol egy koannal, hanem hogy mersz-e őszinte lenni önmagadhoz. És hogyha mersz látni, akkor a technika ezt a fajta hozzáállást segíti. Ha nem mersz látni, akkor ugyanazzal a mantrával, ugyanazzal a kérdéssel egyre jobban eltakarhatod a lélektükrét, és egyre jobban csökken a lélektudatosság szintje, és egyre inkább bebeszéled magadnak, hogy milyen elképesztően jó buddhista vagy, csak közben egyre több a probléma az életedben. Hát honnan lehet látni, hogy a gyakorlat működik? Végképp nem úgy, hogy valaki megsimogat érte. Ez nem egy simogatos műfaj. A gyakorlat működését úgy lehet látni, hogy észreveszed, hogy egyre kevesebb hiba van az életedben úgy, hogy akár te követed el, akár a mások viselkedését tapasztalod hibásnak. Egyre jobban a helyén tudod kezelni a magad karmáját és a többiek karmáját egyaránt. És amikor ez a minden a helyén van, minden rendesen működik érzés, igazi, és nem csak mondogatod magadnak, akkor elkezdesz a helyedre kerülni. Amíg úgy érzed, hogy a világ mélységesen igazságtalan veled szemben, és állandóan panaszkodunk, mert a dolgok nem úgy működnek, ahogy szeretnénk, ha állandó negatív behatásokat kapunk más emberektől, hogyha úgy érezzük, hogy áldozatai vagyunk valamilyen nem látható összeesküvésnek, ezek mind-mind a tudat tisztátalanságát jelzik, mind-mind a tükör torzulatát jelzik, úgy, hogy még nem tapasztaltad azt, hogy miért vagy itt, mit kell tenned, és még nem léptél rá az útra. Nagyon sokat kérdeztek engem, hogy ugye vannak koan gyűjteményeink, akik itt vannak, nagyrészt már úgy ismerhetik, akár a közvetlen tapasztalatból, akár olvasmányaikból, hogy egy zen koan a maga paradoxonjaival, ellentmondásaival, látszólagos megoldatlanságaival bizony kérdőjeleket teremtenek, kétségeket támasztanak, belül összezuhanások, talajvesztések vannak, és akkor az ember kijelent, hogy de hát én nem ezért gyakorlok. Én jól szeretném érezni magam. Én egész másképp szeretném ezt a buddhista tant megélni. És itt jön be az az önvédelem, amely tartósíthatja a kényelmi zónádba való bezártságot. És ez a fajta bezártság az, ami a haladást akadályozza. Na most, ha a kuanokról egy picit még beszélhetek, elmondom, hogy nálunk több tucat, esetleg egy-két száz kuant tudó ember is van, és hogyha jól csinálja, nem veszed észre. Ha észreveszed, akkor probléma van. Tehát van, aki teljes arroganciával túlokossággal és egyébbel megold több koant, és elkezd büszke lenni rá, hogy én, hogy én elértem, hogy ez nekem megvan, és a többi. És akkor engem megkérdeznek, hogy mi lesz azzal az emberrel, aki ilyen arrogáns módon bezsebel több koant, Elérte valamit? Igen, mondom, elérte azt, hogy az arroganciáját kuant gyakorlatilag vastagította és növelte. Ha pedig valaki tényleg belül már tapasztalt egy-két komoly válságot, ha már jobban ismerjön magát, ha már egy érettebb személyiség, akkor elkezdi a kornokat arra használni, hogy a saját ellentmondásaira jobban rálásson, a saját paradoxonjait jobban működtesse, és ívet húzzon a között, ami van, és aminek lennie kell, ami ő most, és akivé akar lenni, amit tenni akar, de még nem tett meg. Ez az energia, ez az akaraterő. Tehát mi emberek mindig is paradoxonokból, ellentétekből leszünk összerakva, és a tetején van egy racionális, logikus réteg, hogy működni tudj. De aki csak egy picit bepillantott a tudatküszöb alá, hát ott nagyon komoly Jurassic Park van, egy olyasféle dinoszauruszgyűjtemény, amelyiknek a ö, békés állapot ugye soha nem a sajátja. Átmeneti harmónia van, amikor kap eleget enni az állatkert, és amikor nem, akkor ordít. Különböző hangnemben, különböző érzékterületeken ordít. Ezt a buddha tanhának, szominak nevezte, ami a lét alapvető kielégületlensége és kielégíthetetlensége. És nagy része az impulzusaidnak a tudatküszöb alól jön, az égő ellentétek birodalmából jön, és hogyha ehhez a birodalomhoz te jól nyúlsz hozzá, akkor működsz, és helyesen tudsz gyakorolni, ha nem, akkor rontasz a helyzeten, lásd két kart. A nyugat megfogalmaz, artikulál, rendszerez, és olyasféle reflexióink vannak, amelyek elképesztő alapossággal az Excel táblától az atommodellekig, a kvantumfizikától az astrofizikáig mindent megpróbálnak Megfogalmazni, modellezni, megérteni, és így kontrollálni. Nagyon sok ilyesféle gyakorlat érkezett ö, keletről, ö, amelyet így interpretáltak. Tehát a tibeti mahajánának, a kínai mahajánának, a koreai japán zennek van egy olyasféle metarétege, ami a szutrák, leírt verbális tapasztalatok és egyéb formában jönnek be, és ezt az emberek nyugati módon elkezdik elemezni. Elkezdenek belőle modelleket gyártani, előrejelzéseket, elvárásokat, és amikor ezek nem működnek, akkor meg vannak döbbenve. Hol a baj? Miért nem működik a rendszer? Hát egyrészt azért, mert nem ismerjük a rendszeralkotót, és nem az a cél, hogy a rendszer működjön, az a cél, hogy te működjél. A kettő nem ugyanaz. Tehát, hogyha a rendszer tökéletlenségére rálátsz, a rendszeralkotó múlandóságára rálátsz, az emberiség feltételhez kötött egymásra utalt létére rálátsz, akkor teljesen másképp fogod kezelni a keletről bejött anyagot, mint az a nyugati kultúra, ahol a logosz az még mindig az élő szóval azonosítatik. Ez egy óriási fordítási hiba, de nem ez az egyetlen, ebben nem megyünk bele. Tehát a szó és fogalom alapú kultúra a szükségszerűen kicsapja szépen fogalmi rögökké, a szavak csomóivá azt, ami nem fogalmi, ami nem dualisztikus, ami eredetileg nem név és nem forma. És a nyugat itt követel egy óriási hibát, hogy azt hiszi, hogy ha mindent megértett, akkor mindent elsajátított. És ez nincs így. Tehát aki egy picit az alkalmazott pszichológiába belement, az tudja, hogy micsoda különbség van a kognitív tanulás és az instrumentális tanulás között, magyarul a gondolati alapú és a tapasztalati alapú tanulás között. És a keleti hagyomány az elsősorban a tapasztalati alapú tanulásra épít, és csak egy részét és szükségszerűen artikulálja, fogalmazza meg, mert a fogalmak hálója amennyire védőhálóként tud működni, Ugyanaz a háló, ugyanolyan akadály a haladás előtt, amikor belekapaszkodsz és nem engeded el, mert hogyha nem engeded el a fogalmak hálóját, akkor a fogalmak hálója sem enged el téged. Igazából az a kérdés, hogy a keleti tant tudod-e úgy szemlélni, hogy nem hagysz rajta kulturális réteget, történelmi réteget, olyasféle sajátosságot, ami miatt lehet, hogy elősz először szereted, de pont az a sajátosság fogja meggátolni az integrációját a te saját életedbe. Tehát az eszenciát ki kell vonni belőle, és egy új kultúrában azt az eszenciát meghonosítani. A mahaján a terjedése elképesztően jó példa erre. És miután a lényeg nyilvánvalóvá vált, utána beöltöztetheted bárhogy. Bármilyen kulturális, művészeti, történeti, szociális aspektust rajta hagyhatsz beletehetsz, és esetleg kivehetsz belőle, ahhoz képest, hogy mire van szükség ahhoz, hogy helyesen gyakoroljunk. Hogy elérjük a tiszta tudatot, amit különböző nyelveken, különböző féleképpen hívnak, de valójában minden emberben ez az, ami működik. A buddha természettől kezdve emberi lényegig, isteni szikráig, rengeteg minden néven nevezzük ezt. Az igazi kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt tapasztalni a maga tiszta mi voltában, felesleges, magyarázatok, rárakódott kulturális-történeti aspektusok és egyebek nélkül. Én mindenkinek azt kívánom, hogy ez a, ez a kard helyesen működjön és helyesen forgasd a kezedben, mert teljesen rajtad múlik, hogy a keletről beáramló importált tant azt te hogyan alakítod, mi hogyan alakítjuk és mit hozunk ki belőle. Tehát itt a Sambala központban megint csak emlékeztetek arra, hogy a tan is üresség természetű. Eredetileg a buddhadarmának fix, abszolút tartalma nincs. Ha lenne, nem lenne a buddhadarma. Ezt a fajta relativitást tessék szíves tudomásul venni, hogy minden, ami keletkezett, az relatív, viszonylagos, helyzet és emberfüggő. És a tan is ilyen. De az a forrás, ahonnan jön, az viszont nagyon érdekes, mert az az a tiszta tudat, az az a megvilágosodott átadás, amely a buthák, pátriárkák, lámák, gészség, szonszák, szenszelyek eh, hagyatéka, akik ránk hagyományozták ezt. És mielőtt kérdésekhez eh, adnék időt, azelőtt szeretném elmondani a másik aspektusát a Tan felvételének az életünkbe. Beszéltem a veszélyforrásokról, a helyes hozzáállásról, most szeretnék arról a szabadságról és felelősségről beszélni, amely a helyes gyakorlat útján a miénk lehet. Nyugaton a mai napig nagyrészt egy infantilis szabadság fogalom érvényesül, hogy azt csinálok, amit akarok, megkapom azt, amit akarok, azokkal vagyok, akikkel szeretnék lenni, el tudok feledkezni az élet és halál állandó együttműködéséről, és hogyha ezt a fajta komfortzónát én kibéleltem, és le tudtam zárni, és meg tudom védeni, akkor szabad vagyok. És ez bizonyos szempontból el is fogadható, de itt nem maradhatunk meg. Ahhoz, hogy az embernek helyes irányvétele legyen, ennél több kell. És itt szeretnék arról a felelősségvállalásról beszélni, amit hát először, amikor van egy kutyád, vagy egy macskád rögtön, észreveszel, hogy az az állat hozzá dragaszkodik, és neked adja a legtöbb szeretetet, odaadást, miért? Mert te vállaltál érte felelősséget. És ezt az állat akkor is így csinálja, hogyha nem olvasta a kisherceget. A legtöbbjük nem olvasta. És az emberek is úgy olvassák, hogy nem veszik észre, hogy ami nem látható, az néha fontosabb, mint az, ami látható. Úgyhogy a szabadság és a felelősség egy felnőtt nézőpont esetén mindig együtt jár sőt ugyanannak az éremnek a két oldala. Nincs igazi szabadság ott, ahol nem vállaltam felelősséget, és ahol felelősséget kezdek el vállalni, ott előbb-utóbb a szabadság, a mozgástér, a lehetőségek is megjelennek. És ez a tan esetében is így van. Tehát nehogy azt higgyük, hogy késztermékként beemeljük az életünkbe, hazamegyünk, kicsontozzuk, kifőzzük, a lényegét megesszük, a felesleges részét kidobjuk, és ezzel valami lényeges változás történik az életünkben. Azzal, hogyha ezt a tant a felelősség és szabadság egyidejű emelésére használjuk föl, akkor talán. Tehát hogyan vállalunk felelősséget az utunk iránt, embertársaink iránt és a világ iránt? Ez csak úgy megy, hogyha megfelelő szellemi szabadsággal rendelkezünk. Miért van a, az összes jó szándékkal kikövezett út, így a pokol felé. Mert valószínűleg a tudat tere nem tisztult le eléggé, a szándékok nem váltak kellőképp világossá, és az összes jó szándékból azért lesz tragédia, mert a szellemi szabadság még nem hatotta át a felelősségérzetet. Az ellenkező pólus az, amikor hatalmas szellemi szabadságú és tiszta tudatú emberek fönnmaradnak a remetességben és a hegytetején, és nem gondolnak a völgyre, a milliókra, akiknek szükségük lenne arra, hogy legalább egy centivel megvilágosodottabb tudatot tapasztaljanak, és másképp éljék a társadalmi család és szociális életüket. Úgyhogy mind a két szélsőség uh, szerintem terméketlen, és előbb-utóbb a megvilágosulatlan társadalom elsöpri azokat a gyakorló helyeket, ahonnan nem jöttek le. Azok a megvilágosodottak, akik valami miatt még nem látták át azt az univerzális felelősséget, ami ember és ember között van. És hogyha ez a kettő eddig nem függött össze, akkor jó, hogyha kapcsolatot teremtünk, mert akkor megszűnnek a projekciók, megszűnik a panaszkodás, megszűnik a másra mutogatás, megszűnik a negatív háromszögellés, amiből semmiféle jobb minőség nem származik, ugye? És nagyon-nagyon sok jel mutat arra, hogyha helyesen járjuk az utat. Arra is rengeteg jel mutat, hogyha helytelenül járjuk az utat. Úgyhogy azt kívánom, hogy ezeket a jeleket vegyük észre, mert az ok és okozat törvénye világos. Az ok és okozat törvénye akkor is működik, ha látod, és akkor is, ha eltakarod a szemedet. Melyiket szeretnéd? Nos, tehát akinek van kérdése, bármi nemű, bátran tegye fel. Egyetlen egy kérdést szeretnénk föltenni, hogy ez a koreai zen irányzat, ez melyik irányzathoz tartozik? A Mahajána irányzatá... Megköszönjük. A Mahajána nagy hagyomány kosarába tartozik. Amikor a tan meghonosodott Kínában, akkor a gyána irányzatok, Channa néven meditációs irányzatként mentek tovább, abból lett a Chan, koreaiul Son, japánul Zen. És szerencsére a konfuciánus konzervatív uralkodók idejkorán észrevették, hogy ez a tan hogyan működik, és megpróbáltak jó satriák és jó uralkodók módjára csak azt kivenni belőle, ami nekik kellett. Tehát kivették belőle a, szutratanítást, tanítást, abban rengeteg etika, erkölcsiség, bölcsesség és egyéb volt, Kivették belőle a szertartásokat, mert azért a házasságokat meg kell kötni, a halottakat el kell temetni, áldást kell adni az újszülőtre és a többi. Viszont a megszabadulás irányú tan az nem kellett. És azt mondták a szerzeteseknek, hogy ti ne tanítsátok az otthon elhagyását, legyetek szívesek, ha ti így döntöttetek, irány föl a hegy, legyetek ott, Segítjük a kolostoraitok működését, de nem taníthatjátok az otthon elhagyását, a megvilágosodás elérését, a teljes felébredést a városban. Viszont elég átjárást hagytak ahhoz, és ez alsó hangon 500 év volt a így dinasztia. E, hagytak elég átjárást ahhoz, hogy kapjanak támogatást, adományokat kaphattak, és aki akarta, fölmehetett a hegyre. Nem volt sorompó, meg ellenőrző pont, de nem volt semmilyen olyan támogatás, amivel ez a tan úgy kvázi népszerűvé válhatott volna. Emlékezzünk a konfuciánus dinasztiák legfontosabb alapelemére, a társadalom integritása mindenek fölött. És aki a társadalmat nem mondom, hogy föllazítja, de szatvikusan kicsit megemeli, az gyanús. És a Tang dinasztia beli, ugye utolsó uralkodó Kínában, most visszaúrunk egy kicsikét, Bő 300 év Tang dinasztia után, Kisztus után 860-ban az utolsó Tang dinasztia beri uralkodó úgy döntött, hogy bezárat 14 ezer kolostort, és hazaküld 800 ezer felavatott szerzetest és szerzetesnőt. Miért? Mert kezdett a társadalom följebb emelkedni, már nem lehetett annyi szenvedést termelni és termeltetni, így az uralkodó osztály kevésbé volt fontos, mint amennyire a saját önképének ez kellett. Úgyhogy a koreai zen így a saját konfuciánus időgépében, vagy időkapszulájában egészen a japán gyarmatbirodalomig még 1911-ig fönt volt a hegyen, és ezért a hatodik pátriárka, azaz Hui Neng korából származó tanítás, ez Krisztus után 7. század Hui És a nyolcadik átment. Innentől kezdve ezt a tanítást nagyjából romlatlanul megőrizte. Változások mindenhol vannak de ott a japán elvilágjásodáshoz nem hasonlítható módon autentikusan megőrizték a zent úgy, hogy még a Soto és Rinzai, azaz az Imje és Jodong kialakulása előtt, ez a lincs és a Cao hogyha a kínai, koreai, japán párhuzamokat nézed, a nagy osztás előtti állapot, és ez tartósodott. Úgyhogy szerencsésnek tartom magamat, és hálás vagyok Sung mesternek, hogy erre járt, 89-ben és 91-ben, és a két látogatás között úgy félúton csatlakoztam a meditációs csoporthoz, aki közül egy páran nap a mai napig csinálják. Jó? Tehát a, nagyjából így szeretném elhelyezni a koreai zent. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Dorma esetről szeretnék kérdezni, hogy van-e úgy, hogy a Kifejezetten karmikusan kell megtörténjen egy um, ilyen baleset, egy lecke-tanítás formájában, tehát hogy nem tudja az egyén ezt kikerülni. Szükségszerű-e, hogy egy hajtűkanyarban egy teherautó kicsúszson és porrá égjen? Itt az van, hogy az a szükségszerű, végzetszerű és elkerülhetetlen, amit nem látszát. Ha átláttad, akkor van időd megváltoztatni, vagy valamennyit változtatni rajta ha annyira kemény a karm, és annyira lefette a tudat tükrét, hogy az illető semmit nem látott az ok és okozat működéséből, magyarán elvesztette a pillanatot, akkor szükségszerű, de ez nem egy előre megírt dolog. Tehát nem sorsod van, hanem valószínűségek adódnak össze. És az átlátatlan nagy százalékú valószínűségek, azok ilyen sors érzetté állnak össze, de mihelyt a pillanat tudatossága elég erős, tudsz rajtuk változtatni. Néha évtizedekig dolgozol egy karmán, egy adott személyiség hogy az megváltozzon. És amikor a tant ugye elkezdi gyakorolni az ember, akkor úgy érzi, hogy elindul a változás nagy vével, holott valójában a lazább rétegek kezdenek el lehámlani róla először. És hogyha jó a tanító, soha nem hagy úgy megülni a kis darma dobozkádban, hanem mindig újabb és újabb kihívások elé állít azért, hogy a rétegek továbbra is szépen válhassanak le. És a, az énelemeknek a legkeményebb, magvas tarabjai, azok vannak a legutoljára, és azok évek, néha évtizedek. Attól függ, hogy milyen irányzatot, milyen tanítót fogtál ki. Nincs előre megírt baleset, de vannak olyan összetételek, hogy találkozol egy hagyományal, van egy saját személyiséged, és a kettő csattan. Ezért jó a sokféleség. Ezért kell az, hogy rengeteg vallás, hagyomány, iskola és egyéb legyen. És a darmabalesetek szükségszerűségében nem hiszek, de a változás szükségszerűségében igen milyen radikálisan és milyen irányban változunk. Tehát amikor, amikor elkezdesz meditálni és lebontod a falad belül, akkor biztos, hogy olyan tudattartalmak jelennek meg, hogy ahhoz képest a Jurassic Park egy gyöngéte a délután. Miért? Mert te rendezted. Tehát nem mondhatod a Spielbergnek, hogy Stevie, hagyd abba, please. Nekem elég volt ez a két fogsoros borzalom, amit te ordít több példányban. Nem, te rendezted, és neked kell megtalálni, hogy a mozigépnek hol van a csatlakozója a falba. Tehát, hogy a tudat projekció gépezete, projektora hogyan helyezhető nyugalomba. Tehát erre mondta Szunkszer, hogy don't make anything, ne hozz létre semmit ez a kivetítésekről és az ilyesféle dualitás teremtésről szólt, ami olyan gyors, és annyira megszoktuk, hogy nem látjuk. És mivel nem látjuk, ezért szenvedünk balesetet. Ha látnánk az ok és okozat működését akár csak pár lépésre előre, megóvhatnánk. De ha nem, hogyha behúnyt szemmel megy a vezető 20 tonás kamionnal 160-nal, biztos, hogy előbb-utóbb kicsúszik és porráig. És a az önbizalommal semmi baj, csak az önhitséggel van baj. Azzal van baj. Egyéb kérdés? A jelenlétről ö, szeretnék kérdezni, hogyha ö, téged hallgatlak és téged nézlek, akkor jelen vagyok. De hogyha a, azok a gondolatok, illetve amit mondasz, az gondolattá válik bennem, és hozzá kapcsolódok, akkor már nem vagyok jelen? Próbáljuk ki. Előre nézzél. Most jelen vagy? Ne röhögj, neked is ugyanez a kérdése, csak még nem tetted fel. Most jelen vagy? Jelen. Gyönyörű. Figyeld, visszamegyek. Jelenlét megváltozott? Nem. Miért nem? Hát visszaültem. Köszönjük, eleget teljesítette. Egyre jobban teljesítesz. Azt szeretném mondani, hogy a tárgyas és tárgyatlan tudat működését azt mindenkinek ajánlom. Tehát a fül az akkor is fül, hogyha hall valamit, és akkor is fül, ha csak csend van. Darmanővérünk elmondta azt, hogy milyen érzés ez, amikor jelen van. És hogy ezt a jelenlétet mennyire tudja egy tanító által származott gondolatcsomag befolyásolni. Ezért elnézést kérem, az emberi beszéd és fogalmiság tökéletlen eszközeivel dolgozunk most. De megígérem, hogy ha eljössz a templomba, ott annyit fogunk csendben ülni, hogy a jelenléted így ezerrel meg fog nőni, és a fogalmiság pedig ilyen kis por lesz, amit minden nap föltörlünk a padlóról. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, hogy a tárgyas tudat is jelen van. A füled akkor is fül, hogyha több tucat autót hall egyszerre, és a tárgyatlan tudat is jelen van. Na most a tárgyatlan tudat szokatlan az ember számára, mert állandó érzékszervi tartalommal szoktuk a jelenlétünket feltölteni. Kutya, macska, tévé, rádió, férfeleség, gyerek, nagy nagyszülők, stb. Feltöltjük azt a tudati teret, amiben ez a vákum, a tárgyatlanság, rossz szóval az üresség kialakulhat, mert a teljesség is ugyanitt alakul ki. Az üresség, mint vákum fogalma, az kicsikét egyoldalú. De a teljesség, mint a tárgyak összessége, az pedig teljes tévedés. Tehát azért fontos ezt látni, mert a tárgyas tudat is önmaga lehet, ha nem azonosul a tárgyával, és a tárgyatlan tudat is teljesen működőképes, hogyha nem feledkezik bele a tárgyatlanságba, azaz nem kezd el az ürességhez ragaszkodni. Tehát ezért van ekkora jelentősége a pillanat helyes tapasztalatának, a tiszta, tükörszerű tudatműködésnek, és a nem ragaszkodásnak egyik állapothoz sem. Tehát nem ragaszkodunk sem a tárgyas, sem a tárgyatlan állapothoz, hanem azt mondjuk, hogy ha szomjas vagy, így áll. Ha más valaki szomjas, adj neki inni. Ha a hangfelvevővel van dolgod, érintsd meg és dolgozz vele. Ha a telefonnal van dolgod, akkor fogd meg a telefont és beszélj bele. Tehát ezek ilyen egyszerű kicsit ilyen baltaszerű, elvágólag érvényesülő tanításnak tűnnek, pedig ha megnézed, a mélységük pont arra garancia, hogy nem fogsz ragaszkodni semmihez sem, de működsz. Sokszor elhangzik az azonosulás, illetve az egyévállás fogalma. Mi a különbség az azonosulni valamivel, vagy egyévállni valamivel, vagy valakivel? Látod Lehetes. a függönyt tőled balra? Látom. Milyen színű? Piros. Hullámos? Lámos. Teljességgel láttad ezt? Nem tudom. Hiányzott valami belőle? Amennyit látok belőle, nem. És azonosultál vele? Nem. Helyes. Tehát lehetséges teljességben látni és nem azonosulni, sőt, ez tovább viszed, az emberi kapcsolatok nagyon jók erre, hogy ha teljességben láttad, akkor biztos, hogy nem ragaszkodtál hozzá, nem azonosultál semmivel. Ha pedig azonosultál valamivel, ott van a vakfolt a tükrön, mert rúzssal ráírtad, hogy szeretlek, vagy hogy menj innen, vagy hogy többet ne gyere. és ahol a rúzs van, ott a tükör nem tükröz. Tehát a teljesség és a nem azonosulás, az egyévállás és a tükrözés az pontosan ugyanaz, csak mint a nagyon fontos fogalmak szinte mindegyike, egy szóval nem lehet kifejezni. Tehát két oldalát tudod mondani, a sunyatá, mint központi fogalom a buddhizmusban egy nagyon jó példa, nem lehet ürességnek mondani, hanem üres teljességnek, vagy teli teljes ürességnek, és akkor a kettőt összeraktad egy szép paradoxonnál. És nagyon jó a kérdés, mert az egyévállás és nem azonosulás, ez ugyanaz. Csak közelíthetek innen, és közelíthetek onnan. Jó? Engem az érdekelne, hogy mi a koreai zennek, a megvilágosodásnak a legfőbb jellemzői... Hallod a harang is... hangját? Hát hallom, igen. Ennyi. Oké. Okay. És meg? Kicsit rövid volt, tudom, de hát nem szoktuk egy másodpercnél tovább ezeket a pillanatokat nyújtani, jóból is megárt a sok, de hogyha a tudatod tükre tiszta, akkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, tisztán érzel, cselekszel, beszélsz és a többi. Mi itt a tiszta? Nem kezded el dualisztikus fogalmakkal bombázni, ítélni, minősíteni, hanem meghagyod a maga primér, gyönyörű tükrözött valóságában. Látod, de nem magyarázod szét. Csak halld a harang hangját. Ez kellett gondolkodni. Ugye nem. Tehát ha teljesen hallod a harang hangját, akkor teljesen tiszta a tudatod. Ha mellé még ott a zaj, a ködgép, az én csináló, akkor, akkor dolgunk van az kezdete foglalkoztatni, hogy azok, akiket így megvilágosodottabbnak tekintünk, azok csinálnak különböző dolgokat, amik azért hosszabb projektek, mint mondjuk, hogy szomjas és iszik egy teját, hanem mondjuk... Vagy órát javít, a... mint ő szentség esetleg. Igen, például, vagy templomat próbál felhúzni, stb. És hogy ezt így nekem még nehéz összeegyeztetnem azt, hogy vannak hosszabb projektek, amiben több lépés van, és nyilván egy nagyobb kognitív folyamat, mint az, hogy hallom a harangot. Segíts! miben segítsek a rövid, pillanatszerű élményekben, vagy a hosszú, több éves projektekben, mert... Mi... Gyere egyszer velem, légy szíves az Esztergomi önkormányzatba, és nézd meg, hogy mit csinálunk, vagy most egy tatabányai tervtanácsülésen voltunk a mai napon, és olyan karma jóga te, hogy az, az fanta. tehát ott, ott legyél ítéletmentes, amikor a tizedik éve húzódik az ügy, és egyszer csak valami csoda megoldja. És egyszer csak pont olyan tudatok ülnek az asztal, akik azt mondják, hogy hm, nem csak, hogy megadjuk a fennmaradási engedélyt, hanem még javaslatokat is teszünk, hogy hogy lehetne mondjuk a földterületet egységesíteni. Na mennyit kellett ehhez énekelni? Sokan. Sokáig. Tehát e, ne nevessé, ne, az, az, az nevessé, most már mi is nevetünk. De a lényeg az, hogy a, lényeg az, hogy, hogy a gyémán szutrát szeretném idézni, mert ott van az, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ha ezt megfordítod, akkor látod azt, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. A lineáris idő az egy teremtett dolog. A hozzátartozó térdimenziók is teremtettek a tudatunk teremti. Megkérdezték nagyon sokan, nagyon sok embert, hogy miért élünk három tér és egy idődimenzióban. Egyszerűsítve mondom, mert a teljes kifejtés az egy kicsit hosszabb és bonyolultabb. És a válasz az, hogy azért, mert ilyen testben, ilyen tudattal, ilyen érzékszervel, ilyen gondolkodásmóddal, azaz ilyen berendezéssel bírunk. Tehát ez az érzékszervhez kötött lény, a lélek és test együttélése, ami az ember, a valóságot így interpretálja, sőt, ilyennek teremti. Az, hogy így interpretáljuk ilyen szűrőkön, ilyen érzékelőkön keresztül, ezt elég könnyű belátni. De hogy mi teremtjük ilyennek, na az az a lépés, amihez gyakorlat kell ez a lineáris idő, ez egy fontos dolog, tehát meg kell érkezni, hétkor kezdődött a darma beszéd, meg egy idő után vége is lett, tehát tisztelni kell az időt, de kell a maga relativitását és teremtett voltát látni, nem csak a lineárisnak, a ciklikusnak is. Amikor ugye az újraszületés tanai bejöttek, és akkor azt meg hogy hm, hát ez a lineáris teremtés, ami valamikor volt, aztán valamikor véget ér, ez nem is olyan jó. Gondolkodjunk ciklikusan, hogy újra és újra megszületünk, az mennyivel jobb. Meg elkezdünk akkor belelátni különböző életekbe. Igen ám, csak az első inkarnáció előtte hova voltál? Utolsó után hova mész vissza? Tessék kitágítani ezeket a határokat addig, hogy ne abszolút értékben gondolkodjam semmilyen kontinúmról. Mert ami keletkezett, az el is múlik. Ami létezik, az függő módon létezik. Vannak olyan őszinte körök és egyesületek, akkor azt mondják, hogy Józsi vagyok, és függő. És mindenkinek így kellene kezdeni. De nem látjuk át, és aki már szenvedett annyit, hogy átlássa, az mondja, mert rájött az emberi egzisztenciának erre, ami voltára a saját szenvedésén keresztül. De nem látjuk be, hogy a mindennap élet egy szociálisabban menedzselhetőbbnek tűnő, elfogadhatóbb módon, de ugyanolyan függő. Oxigénfüggő, szeretetfüggő, étel, ital, ember, állat, növény és egyéb függő. Tehát ha keletkezik, akkor megszűnik. A lineáris idő is ilyen. A ciklikus időélmény is ilyen. Tehát ezek abszolút nem léteznek. Relatíve léteznek. És hogyha megváltoztatod ennek a feltételrendszerét, akkor a lineáris időnek teljesen más az érzete. Ugyanis, hogyha nagyon mélyen lélegzel, akkor el tud tűnni az idő. Ha nem gondolkodsz, nem vered bele a gondolataidnak, az elvárásaidnak, a fixa ideáidnak, a reakcióidnak a szögét az útba, akkor nem feszíted keresztre magad. Úgyhogy pillanatról pillanatra cselekedj helyesen. Pillanatról pillanatra ismert fel a kölcsönös függés törvényszerűségeit, és próbáld meg úgy változtatni ezeket a függőviszonyokat, hogy mindenki elérhesse a célját. Nem a lineáris idővel van a probléma a türelmetlenséggel van a probléma. Nem a ciklikus idővel van a probléma, hanem a perspektíva nélküliséggel van probléma. Nem azzal van a gond, hogy újra és újra megszületünk, hanem hogy életről életre nem tudjuk, hogy mit csináljunk az élettel. Hogy minek vagyunk itt. Szunkzenzen mester mondott egy olyat, ami 93. decemberében úgy kilőtte a talajt a lábammal, hogy azt hittem, hogy abban a pillanatban felülök egy gépre és hazajövök. Ugyanis az élet értelmét, a célját, meg ilyesmit kerestem Siheder koromban. Senkitől el nem vitatható ez a kaland. És egy tanítványán keresztül a következő megállapítás jött. Ha ránézel el erre az életre, eredetileg nincs oka, nincs jelentése, és nincs választási lehetőséged. Ez minden, csak nem az, amit szeretnénk hallani bármiféle szellemi tanítótól. És a következő fele a tanításnak ez így szól, de ha megtapasztalod igazi önvalód, akkor a nagy jelentés, nagy ok, és nagyszerű választás megjelenik. Ez így teljes. Tehát azért fontos ennek a belátása, mert az előző kérdésre válaszolva, te neked nincs megírt sorsod, csak felhalmozott karmád. Amilyen mértékben átlátod, olyan mértékben tudod változtatni. Az életednek eredetileg jelentése, oka nincs, de te adhatsz neki. Csak akkor adhatod meg, hogyha az élet lényegét amely igazi önvalónk tapasztalatából következik, azt tapasztaltad. Az megvan. És akkor van választási lehetőséged, mert hirtelen nem csak testben és testen kívüliségben az életben és halában gondolkodsz, hanem sokkal, de sokkal több és fontosabb választási lehetőséged lesz. Angol is elmondom: originally no reason, no meaning, no choice. But if you attain, big reason, big meaning, big choice all appear. Tessék a kettőt összerakni, és már is megvan az a kreatív paradox, ami akaratot hoz létre, ami feszültséget hoz létre. Nem igazán tudom, hogy mit is akarok kérdezni, de mondtad, hogy a, még a legelején, hogy a kelet, keletről jött a tanítás, és... A keleti ember az, tudom, hogy most ez egy dualitás, de ez, hogy én úgy látom, hogy azért más, mint a nyugati ember. A dualitások az semmi gond, lássák, hogy mi, miben duali, más. Duálisan, nyugodtan, igen. És hogy miben más a keleti ember, Nézd, meg keleten nyugati... is több kultúra van, tehát hogy egy keleti ember olyan nincs, tehát van kínai, koreai, japán, kis-ázsia, kelet-ázsia, -kelet de amit a koreai tapasztalatok és egy kicsit a kínai tapasztalatok mián mondhatok. Ott a csoport az első, és az egyén a második. Nyugaton az egyén az első, és a csoport a második. Keleten nem akar definiálni, meghatározni, fogalmazni rögtön és azonnal, nyugaton ezzel kezdjük. Keleten a tapasztalat az első, és a reflexió a második. Itt az elmélet az első, és lehetőleg elméletben oldjunk meg mindent és utána, ha kell valamilyen gyakorlat, akkor az nagyon távol, de következik utána. A nyugatnak, hogy ne csak a hátrányt lásd, annyi előnye van, hogy az egyéni felelősségvállalás sokkal komolyabb, mint egy olyan társadalomban, ahol keleten ugye egy közösségbe, és nem lehetett kitűnni, mert az már arroganciának minősül. A nyugat könnyebben artikulál és fogalmaz akkor, amikor meg kell fogalmazni, mert kimondhatóvá teszi a tudattartalmakat, a lélektartalmat. Keleten ezt megpróbálják még a mai napig is tudatküszöbb alá benyomni, és hogyha az adott szellemi gyakorlat ezt segíti, akkor az működik, ha pedig nem artikulál, nem fogalmaz, pedig kellene, akkor ott is mentális problémák alakulnak ki. Minden kultúrától lehet és kell szerintem tanulni, és a kultúráknak nincsen egyfajta globalizálható, egységes képe hanem mindenki a saját tapasztalatából kiindulva szedje össze azt keletről és nyugatról, ami ahhoz kell, hogy egy egészséges személyiség és az úton járó nyitott lélek legyen. Az automatizmusaink meghaladásáról vagy ö, észrevevéséről szeretnék kérdezni, hogy az olyan jól hangzik, hogy ha éhes vagy egyél, ha szomjas vagy így áll, ez nagyon egyszerű. De hogy ö, ugye ott van ez az automata önjáró droid belül, amelyik... Ö, azonnal ítélkezik, kategorizál, artikulál, stb. stb., amit nem tudok fölismerni és felülérni, hiszen automata. Itt kell vigyázni. De szeretném. Honnan van az automatának energiája és információja? Valaki beletáplálja. Az automaton, az önműködő, az egy görög fogalom. És azért hibás, mert egy elszigetelt, önmagában is fenntartható rendszert mutat. Az nem kell termodinamikát tudni, hogy ez lehetetlen. A teljes automatizmus nem lehetséges, csak akkor tűnhet így, ha megszűnik az energia felvétel és leadás meglátása, az információ felvétel és leadás meglátása. Tehát nincs teljes automata, van energiafelvétel és leadás, van információfelvétel és leadás. Innentől kezdve, ha észreveszed ezt a kölcsönhatást, akkor le tudsz választódni az automatizmusról. Magyarul észreveszed, hogy mi az, ami éhes belül. És nem mindent táplálsz. Tehát, ha a test éhes, akkor eszel. Ha csak vágyból ennél, akkor nem. Tehát, mit táplálsz az étkezéssel? Mi az, ami éhes, és mi az, ami kielégül? És ekkor már nem lesz automata. Megszakítom az áramkör. Ha kell, igen. Még azelőtt, hogy kiverne valami biztosítékot. Azzal szakítod meg, hogy nem ragaszkodsz semmihez, nem azonosulsz semmivel. A formális gyakorlat, amiről most az előbb beszéltél, az jó kezdet, de ezt a tudatnak mindig minden helyzetben tudnia kell. Ahogy az eredeti koreai tanítás mondja, ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, testben és testen kívül, ébren és álomban, folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Mm -hmm. És ez a kérdés az, ami a, a tudat tükrét tisztán tartja, ezt a hadúnak hívják. A hadú az a jelenség, ha, du, fej, eredet. Pontosan ugyanarra mutat. Mi az, ami éhes? Mi az, ami akar? Mi az, ami kérdez? És hogyha ez megvan, akkor a tükörről kezd a rúzs leesni, a tudatról kezd a tárgy lefoszlani, az azonosulás a lélekről kezd levedleni. És ez a kérdés az, ami szépen, türelmesen hozza ezt az impulzust. És akkor az automatizmusok megszűnnek. Látod, hogy mitől működik, látod, hogy miből táplálkozik és mit táplál, és meg tudod változtatni. Én azt szeretném kérdezni, hogy a jelenlét és a figyelem az milyen kapcsolatban van egymással, ez csak most jutott eszembe, hogy gyakorlatilag jelen vagyok, kérdés. és Igen. közben figyelem saját magam, a tudatos tudatommal figyelem a tudatalattitból jövő impulzusokat, vagy mit cselekszem tudatosan is. A milyen? jelenlét a napfény, a figyelem a lézersugár. Foton-foton? A jelenlét az 360 fokos körben egy ellazított tárgyatlan figyelem. A figyelem pedig egy tárgyra, emberre, térrészre, egyébre irányuló, fókuszált tudati aktivitás, hogy felfogd, ami van, sőt néha adj neki is energiát, a figyelemben elképesztő energia van. Ezért is szeretik nagyon sokan. Rám figyelnek, tehát vagyok. Jó, tehát az a fókusz, és a mi dolgunk, mint gyakorlók, az lehet az, hogy a lézer sugár ráirányul, de a térszerű, 360 fokos napfényszerű jelenlét megmarad. Ez azért kell, hogy ne feledkezz bele, ne zuhany bele a tudattárgyába. Azt szeretném tudni, hogy a negatív érzelmekkel mit csináltok, tehát azon kívül, hogy csak hagyjátok ö, lenni összegyűjtjük őket, kivisszük a nyári konyhába, és krumpli pucolás közben szép lassan elengedjük. Lehet, hogy almavágás, vagy cukkini eltevés. A negatív érzelmek azok alapszinten egy elmagányosodott, elszigetelt lélekből származnak, alacsony energiaszint miatt van ez. Tehát nem tud másképp cselekedni, mert az energiaszintje és a tudatossága nem enged mást. Az, a negatív érzelmeket nem kezdjük el macerálni. Nem kezdünk el ítélni fölöttük. Nem kezdjük el kognitíve, emotíve javítani őket, és elkezdeni különböző tapaszokkal a csőtörést eltakarni. Ezzel elzárjuk a vizet. Tehát, mantrapraxis egy. Amikor már erősebb a mantrapraxis miatt, utána a kérdés, hogy mi ez, honnan jön, Korán nem lehet elkezdeni kérdezni, mert az alacsony energiaszint miatt belezuhanna még a karmájába, és nem tükrözné, hanem azonosulna vele, mert még nem eléggé önmaga. Fizikai meditáció az a munka, tehát nem, nem volt a nyári konyha, lehet jönni tisztulni és tisztítani, e, illetve a leborulás, ami szintén nagyon fontos, illetve az gyakorlat, ami ugye a beszéddel, a hangok kiadásával dolgozik, és az ülőmeditáció. Na most itt nyugaton nagyon sokszor, mert azt látta a szobron meg a képen, az ülő meditációt teszi előtérbe. És sajnos rossz a tapasztalat, mert minden jön ide föl a fejbe, és megüti a saját karmája olyan erősen, hogy azt mondja, hogy én boldog akartam lenni, meg békés, de ha ez van, én ezt nem csinálom. Úgyhogy akkor rájön az ember, hogy ezt Ázsiában pont fordítva kezdték. Egyrészt kolostori műfaj volt annak a 95%-a, amit ma itt meditációként, szellemi útként tanulunk. És ott, ha valaki egy kicsit megkattant, az nem volt nagy baj. Csak tudjon együttműködni, és előbb-utóbb volt valaki, valakik, akik elkezdték segíteni, és elkezdték ugye, a, lelket gyógyítani a maga szintjéről szépen fölfele. És végig a negatív emóciókról beszélünk, csak nálunk ugye a világi egyénített, materializált társadalomban ez másképp működik. Ezért kellett változtatni a gyakorlat formáin, és megtanítani a helyes szemléletet, amit próbáltam ugye a bevezetőben elővezetni, hogy ne rögtön menjünk a falnak. És akkor leborulás, mantra, és amikor eltelt ezekkel a dolgokkal két, három, néha öt év Tibetben még több, nöndró, kérem szépen, előkészítő gyakorlatok, Utána őt lemeditálni. Mert akkor már egészen biztos, hogy akkor a hullámvasutazás nem volt, mint hogyha úgy nyersbe szépen a karmáját elkezdené maga elé tenni, és akkor megfogja az egészet. Tehát a negatív érzelmekkel az a baj, hogy rendkívül alacsony szintű energiállapotok termékei, és anélkül, hogy ezt az energiaszintet megemelnéd, nem lehet tőlük megszabadulni. Minél többet gondolkodsz róla, minél inkább elemzed, annál inkább benne van a személyes teredben. Mert energiát adsz neki a rágondolással, a pecselgetéssel, a foltozgatással, a stb. Ezért ismét Szunkszenzen mester egyik egymondatosát hoznám ide, put it all down, tedd félre az egészet. És ha félreteszed, ki tudod belőle vonni azt az energiát, amit elvisz, negatív entrópia, és utána, ahogy a tudatszint szépen emelkedik a meditációs praxisod miatt, ezek a karma repeszek, törmelék szépen visszaintegrálódik a lélekbe, tehát nem elemezzük, nem ítéljük, nem gyártunk hozzá metarétegeket és további negatív tartalmú gondolatokat és érzelmeket, leválasztod róluk, megemeled a tudat látását, energiaszintjét, helyes tapasztalását, és akkor ezek a karmák szépen a tudattalamban elkeverednek, és a mantra az a tudatküszöb alatt is sütfőzt takarít, sőt, ott leginkább, és visszaintegrálod ezeket a karmákat abba a nagy, nagy katlamba, honnan az élet újabb és újabb megnyilvánulásait szaggatott ki. Jó? És ha pozitívan, vagy tehát itt szeretettel el tudom fogadni, hogy az van, akkor az sebb tapasz? Vagy... Sebb tapasz. Igen? Sebb tapasz, és alatta rohad. Az elfogadás a sebb tapaszt. Az elfogadás az ö, első lépésként jó, hát megláttad, elfogadtad, uh -huh. de nem hagyod úgy. Utána cselekedni kell. Azt a leszakadt karmát, a negatív entrópiába hajló érzelemvilágot vissza kell integrálni a szervezet energiaközpontjába, vagy az a formából ürességet kell varázsolni ismét, és ez a tudattalamban nagyon jól megy. Ez nem elfolytás emberek. Elfolytás akkor van, hogyha érzelmet érzelemmel nyomsz le, gondolatot gondolattal nyomsz le, az ítéletalkotás újabb egókérek formálás, én csinálás újabb és újabb mozdulatával te ki akarsz erőszakolni magadból egy új személyiséget. Ez az erőszaktétel szokott elképesztő torzulásokba átmenni. Mert nem látom ebből még pontosan, hogy elkezdtem most pár hónapja csinálni Erika, valamit, és hogy így Erika. úgy érzem, hogy ez egy ilyen középút, hogyha megjelenik egy negatív érzelem, akkor így megkeresem a bennem lévő szeretetet, és hogy akkor abba így megtartom, mint egy ilyen és akkor az úgy egy idő után úgy, tehát ott, ott lehet, meg van, tehát nem akarom elnyomni, teszem a dolgomat, közben egyszerre érzem ezt a negatív érzést is, meg a szeretet érzését is, és egy idő után az úgy foszlik, vagy nem tudom. Hogyha a szeretet energiája meg tudja haladni a negatív érzelmek energiáját, akkor nagyjából hasonló dologról beszéltünk. Beraktál egy köztes réteget, ha működik, csináld. Nincsenek uh -huh. univerzális megoldások, sőt, a buddhizmusban olyan dogma nem létezik. Nincs abszolút értékű kijelentés, hanem olyasféle megnyilvánulás van, ami segít az úton való haladásban. Csak egy apró kérdéssel ne feledkezzünk el. A szeretetteli érzelmeknek és a negatív érzelmeknek ugyanaz a forrása, vagy sem? Igen. Oké, okay. akkor itt van a továbblépés lehetősége. Ugyanis nem kívánom, de egyszer előfordulhat, hogy kifogy a szeretetteli oldal az energiából, uh -huh. és mindaz, amit addig körülvettél és beburkoltál és gyógyítottál szeretettel, az kiborul. Én úgy érzem, hogy nő. Tehát, hogy mintha nőne bennem így a, a szeretet energia ezzel. Mint Átalakulna az is, vagy egy rész. Legyen így. Ezt, ezt kívánom, hogy mindenkiben növekedjen a szeretet energia, mm -hmm. és az ellentéteket meghaladó módon. De hogyha energiaprobléma van, akkor valahol rá kell jönni, hogy a pozitívnak és a negatívnak ugyanaz a gyökere, ugyanaz a forrása, az abból kijövő, még differenciálatlan tudattartalmat te pozitív vagy negatív érzelemé vagy gondolattá? Ha ja, már így a negatív energiákról van szó, akkor mit tud az ember kezdeni azzal, aki valamilyen negatív, hirtelen energiát támaszt? Most konkrétan az agresszivitásról beszélek. Az ember, Én komoly zenész révén körbeutaztam a félvilágot, és soha nem tapasztaltam ennyi depressziós és agresszív embert, mint sajnos mostanában a Magyarországon. Ez konkrét példákkal az ember tudja demonstrálni legutóbb egy közlekedési forgalomban, hogy szinte az embert azonnal tettlegessége akarják ö, olyan helyzetbe hozni, amivel hirtelen az ember nem tud mit kezdeni, hogy ebben a helyzetben hogyan tud meglenni az ember úgy, hogy a negatív, hirtelen cselekvés, nem tudja megfogni azonnal, és nem tudja, hogy nyugi ember áll, én csak jót akartam. Konkrétan egy balesetet akartam megőrizni, csak ő ezt nem látta és majdnem, hogy letépte a fejemet. Tehát ha lehetett volna, akkor ott nagyon durva dolgok mennek, és ezt nap mint nap az ember, aki közlekedik a városban, Persze. Vagy bárhol, bármilyen szituációban. Most abban nem mennék belő, hogy ez miért van ugye az emberekben manapság, mert ez egy másik téma, de van. Na most ebben az esetben, hogy ez a negatív hirtelen cselekedet ami szinte másodpercek alatt gyűlik fel, ezt ki kell védeni, akkor ezt hogyan lehet megtartani, hogy az ember jó buddhista módon álljon a másikhoz, és azért valamilyen szinten megvédje saját magát és hogy hogy lehet ezt egyensúlyba helyezni? Egyrészt úgy, hogy a jó buddhistát, mint koncepciót megszünteted, hatalmas akadály, és a helyes helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés hármasságára átfordítod ezt az egyébként jó szándékot, csak a jó buddhista, mint koncepció, ez egy hatalmas nagy akadály az úton nem lehet, nem lehet teljesíteni az elvárásrendszert, sőt eltorzítja annak a pillanatnak a meglátását, mert a jó buddhista a szűrőrendszerén keresztül próbálod megérzékelni. Na most, kérdésem van hozzád. Az üres teret meg lehet ütni? Meg lehet ütni, csak nem érzékelem fizikai jelenlétnek. Az üres térről van szó, nem rólad. Az, jaz, nem. Helyes. Egy nem reaktív tudatot bele lehet kényszeríteni pozitív és negatív tartalmakba? Nem. Helyes. Tehát, hogyha a tudatod nem reagál, de tisztán lát, hal, szagol, tapin, cselekszik, ha kell, beszél, nehéz, mert a beszédből kivonni a reaktív, dualisztikus tudatot, az nagy művészet. De ha meg tudod azt csinálni, hogy így nem cselekvő módon cselekszel, magyarul nem dualisztikus módon cselekszel, akkor a tudatod nem megy bele reakciókba. Csak teszi a dolgát. Na ez a csak ted, ez volt szóval központi tanítás, a just do it, angolul. És évekig szösszöltünk rá, hogy mi ez a just do it. Nike reklám, hogy mi ez. De nem arról szól, hogy tiszta tudattal cselekedj. Magyarul te elkerültél egy balesetet, aki erre hajletépő, arcbeverő módon reagált, az az ő problémája. Ha te ebbe belekeveredsz, akkor a probléma behúz. Tehát ha látod azt, hogy mivel van dolgod és mivel nincs, kivel van dolgod és kivel nincs, akkor a tudatban állandóan érvényesül a megfelelő hierarchia, és a legfensőbb, legfontosabb dolgokat primér módon megteszed, és nincs dualizmus, nincs, ítéletalkotás, nincs felesleges reakció, sőt a másoktól érkező hasonló irreleváns tartalmakat átengeded, mint az üres tér. Sok minden kell hozzá. Egy, tényleg ne legyél jó buddhista, mert beforgatnak pillanatok alatt. Kettő, ne akard, hogy igazad legyen. Három, ne akard megjavítani a másikat. Ezeket mind-mind vedd vissza. Old meg a helyzetet. És majd ő jár a saját útján, mert szerencsére a te helyes cselekedetednek túlélte. Ilyenkor mindenféle énséget vegyél ki belőle, és ekkora tudat üres lesz, mint a tér. És azt nem lehet megütni. Add meg neki azt az üres teret, amiben realizálhatja az illető, hogy ez így, ahogy ő akarja, nem megy. És ha a saját reaktív tudatodat kontrollálod, és ezt békeidőben, konfliktusmentes helyzetben meditációval tudod nagyon jól felkészíteni, akkor éles helyzetben azon nyomban látod, hogy mi az irány, mi a cél, és ezt hogyan tudod elérni, és nem gabajodsz bele a másik karmájába. És akkor az illető el kell saját, saját maga körül pörögni, te pedig már ott se vagy. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Igen, hogy mi a darmabaleset? Hogyha tudnál erre egy definíciót Ma, mondani. Kezdem a legnagyobbbal. A legnagyobb darmabaleset az a mondat, hogy én megvilágosodtam. Amikor az illető ezt elhiszi, az a legnagyobb darmabaleset. Iszonyú nehéz kirobbantani belőle. Külön koan csoport van erre, hogy ezt hogyan lehet csinálni. És ez, az, ez azért van, mert az én nem világosodhat meg. Tehát az én az, ami a megvilágosodás útjában áll. Ugye? Tehát ez így logikusan látható, de ha valaki elér egy olyasféle energiállapotot, amikor azt hiszi, hogy ő a leglegleg leg, leg, a legerősebb, a legjobb, a legszebb, a legokosabb és a legmegvilágosodottabb, ebből óriási darabbal esetek vannak, és ez a legkomolyabb. Minden más ennél kisebb. Általában a darabbal esetek a felesleges azonosulás fogalomkörébe tartoznak. Tehát ez nem felelősségvállalás, amiről beszélek, hogy tényleg magadra veszel valakit vagy valamit, hanem azonosulsz egy tudattartalommal, és az elkezdi torzítani a pályát. És nem látsz tisztán, nem hallasz tisztán. Az a fajta azonosulás, ami hamis és egy újabb énréteget hoz létre, az az a probléma, amivel csak úgy tudsz megbirkózni, hogyha kivonod az energiát belőle ugyanúgy, ahogy a negatív érzelmi állapotokat, felemeled energiával. Az ilyen darmabal esetek általában energia járnak, és főleg itt fönt. Tehát koreaiul van egy olyan fogalom, amit szanginek hívnak, szó szóval felszálló chi. Ez a felszálló chi ez azért veszélyes, mert ettől szoktunk szívinfartust kapni, äh, agyvérzést kapni, és hogyha ezek a komoly fiziológiai tünetek ugyan hiányoznak, de itt az energia elakad, akkor az energiához tartozó információ is elakad. Mert az energia és az információ ugyanannak a valaminek a két oldala. Tehát fejébe szállt valami, vagy a dicsőség, vagy valami egyéb. És amikor a fejébe száll, itt a test előlapján fölül, akkor iszonyú nehéz ezt a tudattartalmat megváltoztatni, és ebből kirobbantani az illetőt. A zenben Éppen ezért van ilyen fókusz, köldök csakra, és hogyha ezt helyesen csinálod, akkor az energia a test előlapján lefelé megy. És ez a, azt mondom, a technikai biztosíték arra, hogy ilyesféle darma balesetek ritkán vagy egyáltalán ne következzenek be. Senkinek sét elől jöjjön fölfelé az energiája, ne ragadjon bele a fejébe, ne higgye magát valakinek, aki nem is és a többi. Úgyhogy ezeket a hamis azonosulásokat ugyanazon a hőfokon tudod föloldani, amilyen hőfokon keletkeztek, mint egy ötvözet. És hogyha nagyon nagy energiával gyakorol valaki, akkor ugyanarra az energiaszintre vissza kell menni, hogy kiolvassa magából azt, amit ott szennyezésként, azonosulásként elsajátított. Azt el tudom képzelni, hogy a mindennapi életben keletkeznek ilyen azonosulások, de miután már az ember elkezd gyakorolni, akkor is keletkezhetnek. Ó, ilyenek. akkor kezdődik igazán, amikor van rá ideje. Mert ott ül, és nem kell foglalkozni a sárga csekkekkel, meg a különböző hatóságok fejléces leveleivel. Na akkor tud olyan énséget lejártani, hogy csak úgy csattan. Nagyon jól leül az ember, és elindul a súfni tuning. Nem a meditáció, nem a felébredés, elkezd berhelni. És akkor egyszer csak ráomlik a szerszámos láda, és kiáll a csavarhúzó a füléből. Tehát azért kell vigyázni az ilyen elképzelésekkel, mert a meditáció pontosan azt az állatkertet kezdi el megnyitni, amit addig nem szelídítette -e meg. De a meditatív módszer az pontosan azt a lehetőséget rejti, hogy az addigi azonosulásokat hánys le magadról, és az addigi énségeket szüntesd meg. Magyarul egy egészséges kockázatvállalás, és hogyha megfelelő hagyományal találkozol, helyes tanítással, megbízható tanítóval, és egy élhető közösséggel, akkor ez a kockázat rendkívül alacsony. Rendkívül alacsony, mert hogyha azt csinálod, amit mondanak, ha úgy gyakorolsz, ahogy a többi, ha elsajátítod a tant, akkor az egy relatíve biztonságos út, ha te magad nem kezded el titokban turbózgatni azt, amit nem is kéne. Jó? De igazából, ami, amit... Tehát, ami így feljön, azt, azt elengedjük. Tehát, hogy nem, nem tudom... Vagyis, hogy csak az jön fel, ami bennünk van. Hát... Elengedjük és akkor legtöbbször, nem, nem de ha nagyon drága, akkor nem engedjük valami. el, akkor úgy járunk, mint az Aladin és a Csodalámpában azok, akik a barlangban, a tudattalanodban megfogták a kincseket, meg a gyümölcsöt, a fán, és ők kövé váltak. Tessék a szufi meséket újraolvasni a praxis szempontjából. Hogyha igazi önvalódat nem hozott ki a tudattalan mélyéről, és nem tisztítod meg a gyakorlatnak az erőfeszítésével, akkor kövé válsz. És nem minden tudattartalomtól akarunk megszabadulni, mert olyan zseniálisnak tűnő dolgok jelennek meg, hogy azt mondod, hogy én ezzel a maszkkal már sokkal jobban fogok működni, ez már sokkal inkább én vagyok. Drága szívem, tapasztaltál valami újat, de az se te vagy, csak nagyon friss az élmény.